A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, hát gyakorta mondjuk, hogy Székesfehérvár a királyok városa, Székesfehérvár a gazdaság, a sportvárosa, de leginkább a kultúra városa is, és ezt leróhatjuk kegyeletünket azok előtt, akik megteremtették ennek a lehetőségét annak idején, és akik ezt tovább viszik. A könyvtárak helyzete Székesfehérváron azt gondolom, hogy kivétel természetesen a koronavírus járvány, de nagyon jó, és pontosan ezért gondoltam arra, hogy meghívom az Aranybulla könyvtár igazgatóját, Csiszárné Máler Mónikát, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan épült fel az egykori Köfém könyvtárból az Aranybulla könyvtár, annál is inkább, mert hogy személyes tapasztalatom is, és azt gondolom, hogy nem csak az ott élők, hanem az odalátogatók tapasztalata is, hogy egészen kiválóan működik ez az intézmény. Induljunk talán onnét, hogy arról a 21 néhány évvel ezelőtti történésről kell, hogy beszéljünk, hiszen azt tudjuk, hogy Köfém könyvtár volt. Amikor megszülettek, illetve hát a Köfém könyvtára volt réges-régen az épületben. Nem? A Köfém könyvtára volt ugyan, de ez a könyvtár, ez nem innen indult. No, akkor beszéljünk az indulásról, hiszen mert az épület, ugye ez a 10 emeletes alatt, ez mintha közelett volna. Hát akkor nagyon-nagyon vissza kell nyúlnunk az időbe, mert 1959-ben alapították meg a jogelődjét, ugye az SMT-nek a Fejér megyei központi könyvtárát, és hát valahonnan innen is indul a történet. Akkor ugye munkahelyeket, üzemeket, gyárakat láttak el, tehát akkor ez egy zárt ellátórendszeri központ volt, és innen vitték ki a könyveket a különböző munkahelyekre. És hát az én édesanyám is tulajdonképpen az a Five-nak a központi telepén volt, annak idején még letéti könyvtáros. Tehát tulajdonképpen a rendszerváltás után a szakszervezeti hálózat megszűnésével alakult másként ez a történet. Így van, így van. Akkor, amikor megszűnt ez a hálózat, úgymond, akkor az épületet magát eladták, és hát nem volt hova költöznie az intézménynek. A Fülöp Lászlóné Olgi, aki egy nagyon-nagyon menedzser típus, és ő volt az, aki tulajdonképpen átsegítette ezen a nehéz helyzeten a könyvtárat, és megtalálta az igazi helyét ott kint a Köfém lakótelepen. Igen, ez volt 2000-ben. Én azt hiszem, hogy ez egy nagy áttörést jelentett. Mennyire kell egy könyvtárnak, könyvtárosokkal együtt felkészülnie arra, hogy egy ilyen frekventált helyen, mint a Köfém lakótelep, a rengeteg üzemmel és a számtalan régóta ott élőkkel egy igazán jó otthont varázsoljon? Hát mondhatom azt, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, mert ha lehet azt mondani, hogy Ráczhegynek a szívében van a könyvtár, akkor ezzel nem mondok valótlanságot, hiszen ott az a központi hely, ahol a kávézó van, a bolt, ez az a része a Ráczhegynek, ahol tulajdonképpen minden összpontosul, és itt vannak a közelünkbe az iskola, a Zentai úti iskola, nem messze tőlünk, ugye azért a Kossuth iskola sincs, illetve mondhatom azt is, hogy Öreghegynek a Budai úti része, Püspökkertváros, sőt, hát még az Öreghegynek a távolabbi részéből is, a Selmeci útról, Lomnici útról járnak hozzánk könyvtárba. Mi a folyamatos fejlődés záloga egy könyvtárnál? Hát ez a megőrizve megújulni. Én azt gondolom, hogy ez az a motto, ami már egy ideje meghatározza a munkánkat, hogy megőrizzük azokat a dolgokat, amiket már elértünk, és továbbvinni ezeket a
megújulás pedig mindenképpen az, hogy felvegye az ember azokat az új dolgokat és azokat a lehetőségeket, amiket most már kihívásként elénk állít a mindennapi élet. Méghozzá komoly kihívások vannak. Mielőtt azonban arról az időszakról beszélnénk, amikor elkezdted itt a munkát, mármint a köfém, még mindig úgy mindig hívom köfém, egyébként. De igen, tényleg itt volt a köfémnek a könyvtára. Az Aranybulla könyvtárnak. Egy kicsit a hivatásválasztásodról beszéljünk, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy aki elkötelezett a könyvek iránt, az korántsem biztos, hogy ezt a hivatást választja. Nálad ez hogy történt? Hát ez nagyon érdekes, mert amint már említettem a beszélgetés elején, hogy az én anyukám ugye kint az Arévnak a központi telepén volt letéti könyvtáros. És hát ugye engem már a pocakjába hordott, amikor ő még vidáman szaladgált a létrákon, és például leltározott. De aztán őt valahogy másfelé irányította az élet, és mindig is a szerelme volt a kultúra, az irodalom, és talán ezt valahogy átörökítette a számomra. És a humán tudományok, azok mindig is nagyon közel álltak hozzám, úgy, mint az irodalom, a történelem, nagyon szerettem. Gyerekekkel gondoltam a foglalkozást későbbiekben, de valahogy aztán mégis arra sodort az élet, és arra irányított, hogy ez lesz az én utam, a könyvtárosi hivatás, a könyvtárosi pálya. És aztán tulajdonképpen valahogy az édesanyámnak is megvalósítottam az ő álmát, hogy tovább vigyem azt, amit ő elkezdett, mert végül is a pénzügyi vonalat abba hagyta, és később, akkor még ugye városi könyvtár volt, és ő a Zsolt utcai könyvtárat vezette. Fontos volt számodra az indítatás ezek szerint, viszont milyen volt az indulás? Hát egy kicsit... Hogy mondjam, a középiskolában könyvtárfakultációt lehetett választani. És valahogy természetes volt az számomra, hogy ezt a könyvtárfakultációt, mivel anyu is könyvtáros volt, mindenképpen el kell, hogy végezzem. És akkor utána tulajdonképpen lépésről lépésre haladtam előre. Aztán a könyvtáros asszisztensi végzettség, és végül a könyvtárosi diploma, ami meghatározta az utat. 2010 az egy kulcspillanat volt az életedben, hiszen akkor lettél az Aranybulla könyvtár vezetője. Mi fogadott ebben a könyvtárban? Hiszen tudjuk, hogy azóta számos változás történt, és folyamatosan lépdeltek felfelé programok tekintetében és mindenféle szempontból. És ráadásul a világ is változott, mint tudjuk. Hát én azt gondolom, hogy akkor is pezsgett már ott az élet, hiszen egy olyan szeretetteljes környezet fogadott, ahol a kollégák is nagyon úgymond a könyvtárosi szakmában a toppon voltak, és az akkori mentorom, a segítőm, aki végig támogatott, Fülöp Lászlóné Olgi volt, aki nagyon sokat segített abban, mind emberileg, mind szakmailag, hogy tovább tudjak fejlődni, hogy tovább vigyem azt az utat, amit ő elindított, és aztán tovább lehessen ezt folytatni és lépni ebben előre. Sokan úgy vélekednek, és nagyon rosszul teszik, hogy a könyvtáros dolga az, hogy ha valaki kiválaszt egy könyvet, akkor az bejegyzés, mikor kell visszahozni. Sokkal, de sokkal fontosabb munkát végeztek, ezt személyesen is tanúsíthatom nyilvánvaló, és hála Istennek itt Fehérváron jószerűvel valamennyi könyvtárban így állnak hozzá a munkához. De mi az elsődleges célja egy könyvtárosnak? Nyilván fontos, hogy mennyien látogatják az intézményt, de ennél azért több kell ma már ebben a felgyorsult világban. Igen, hát észre kell venni az igényeket, ez biztos, mert... áthelyeződtek a hangsúlyok, tehát most már nem csak az az igény az olvasók részéről, hogy valóban, hogy megtalálja azt a könyvet, ami a számára jó és fontos, és abból építkezik, hanem az is fontos, hogy jó programokkal, jó rendezvényekkel, irodalmi estekkel, beszélgetős műsorokkal megkínáljuk őket. De hát ez lehet akár zenei irányultságú rendezvény, vagy valamilyen ismeretterjesztő program.
hogyan kell felkészülnie, mennyire kell felkészültnek lennie egy könyvtárosnak? Gondolok itt elsősorban, mennyire kell az első számú vezetőnek olvasottnak lennie, hiszen nagyon fontos, hogy azok a kiadványok megérkezzenek a könyvtárba, amelyek felkeltetik az olvasók érdeklődését. Hát nem csak a vezetőnek kell. Mindenkinek nyilván, de most ilyen értelemben téged kérdezem. Hanem a kollégáknak is. Én nagyon szeretek olvasni, tehát nálam egy este sohasem zárulhat anélkül, hogy én nem olvasok. Talán az is a probléma, hogy túlságosan is bevállalom magam, hiszen 4-5 könyvet is hazaviszek egyszerre, és hát ennyit természetesen nem lehet elolvasni, vagy csak szépen fokozatosan, és én nem szeretek belekapkodni különböző típusú könyvekbe. Inkább hazaviszem, egy darabig áll a polcon, és akkor utána, amikor befejeztem az előzőt, akkor hozzányúlok. De mindenféle tekintetben felkészültnek kell lenni, tehát az legyen egy szakkönyv, az legyen egy irodalmi alkotás, az lehet modern vagy klasszikus, tehát minden szempontból azért oda kell figyelni, nem szabad egy irányba haladni az olvasással. Ugye nagyon fontos, amikor a korosztályokat vizsgáljuk, hiszen ott vannak a gyermekek, a gyermekes szülők, a tinédzserek, a felnőttek, illetve ott van a nyugdíjas korosztály, akik szintén olvasnak elég sokat. Hogy lehet úgy összegyűjteni az igényeket, hogy mindenkinek teljesüljön a vágya? Hát ez lehet egy kívánságlista, és nagyon sokszor kapunk olyan megkeresést az olvasóktól, hogy szeretné elolvasni. Természetesen ilyenkor mindig utána nézünk, utána olvasunk a könyvnek, hogy az beleillik-e a gyűjtőkörünkbe, és hogy az esetleg mást is érdekelhet. De tulajdonképpen az ajánló listákról, könyvvásárlási lehetőségekről nézzük folyamatosan ezeket a kiadói kínálatokat, úgyhogy így válogatjuk össze a könyveket. A Zentai úti könyvtár megszűnéséről, ami ugye párhuzamosan oda került hozzátok, és ezzel nyilván a lehetőségeitek is nőttek, milyen felelősséget kell vállalni? Hiszen az imént a beszélgetésünk elején arról esett szó, hogy jószerivel az egész városrész akkor most már hozzátok jár. Igen, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a közelünkben ugye a Köfém lakótelep, ami egy nagy-nagy lakótelep, illetve a Berkes lakótelep, és a közelünkben pedig rengeteg gyár, üzem található, tehát mindenféle igényt ki kell elégíteni, mivel mi ugye a 10 emeletes épület alján vagyunk, a szociális bérlakások, ott is egy másfajta igény merül fel, illetve még az iskolákat is, a gyerekeket is meg kell kínálnunk, és nagyon nagy szerencse, hogy jönnek hozzánk, szeretnek járni különböző könyvtári órákra, különböző irodalmi foglalkozásokra. Mennyire jelentett áttörést az alapítvány megalakítása, létrejötte az Aranybulla Könyvtár Alapítvány? Hát igazándiból azért is kellett ezt a szervezeti formát felvenni, tehát civil szervezetként működünk, mert tulajdonképpen, ahogy kiment a támogatói háttér az intézmény mögül, meg kellett találni azt az utat, ami egy biztosabb lehetőséget nyújt a könyvtár számára. Nyilván az alapítvány, mint ilyen, jogosult arra, hogy pályázzon, és így tovább nem sorolom, de nyilván ezek szerint beváltotta a reményeket. Igen, szerencsés helyzet az, hogy ugye nem csak a működésre, hanem különböző más feltételeket biztosító pályázatokra is benyújthatjuk az igényünket. Ez kicsit tágabbra nyitja a lehetőségeinket. Ez óriási kihívás rejt, és ráadásul lehetőségeket biztosít, nyilvánvaló. Mint ahogy éltek azzal a lehetőséggel is, hogy számtalan olyan programot, egészen kivételes programokat kínáltok. Ugye itt van a te kedvenced, a szíved kellős közepén, beszéljünk erről. A csodalámpás. Igen. Ez a biblioterápia. Ez az én nagy szerelmem, mert a pandémia megkezdetése, vagy elindulása előtt
többször próbálkoztam már, hogy jelentkezzek erre a képzésre. Valamiért mindig úgy alakult az élet, hogy vagy már betelt a létszám, vagy éppen lecsúsztam erről a képzésről, és nem sikerült. És az utolsó alkalommal, amikor a könyvtári intézet lehetőséget biztosított arra, hogy ezt a képzést elindítsa Szentendrén, akkor végre sikerült. És hát közbeszólt a pandémia. Tehát egy időre leállt a képzésünk, és jött egy nagy pauza, úgymond, és a veszély ott bejött, mégpedig olyan szinten, hogy lejár az akkreditációja a képzésnek, és nem fogjuk tudni befejezni. Akkor szerencsére jött egy fellélegzés, úgymond a pandémiába, és be tudtuk fejezni ezt a képzést, és amikor megszereztem ezt a képzettséget, akkor volt egy körülbelül egy év, de nem is egészen egy év, talán 10 hónap, amikor nagyon sokat hezitáltam rajta, hogy bemerjem-e vállalni, elmerjek-e indulni ebbe az irányba. És aztán jött egy műhelynap, amikor ismét Szentendrén voltunk, a Magyar Biblioterápiás Társaság meghívásának a jóvoltából, és akkor ott az egyik oktatóm azt mondta, hogy vágjak bele, mert ha most nem, akkor higgyem el, hogy olyan gátak fognak bennem kialakulni, hogy nem merem elindítani a csodalámpásomat. De elindítottam. De elindítottam, igen, és most már 13. alkalom lesz a foglalkozásom. Mitől különleges egy ilyen csoportterápiás foglalkozás? Nagyon sokat segít az embereknek. Hát a pandémia után, ahogy elkezdtem ezt a csoportot, észrevehető volt az, hogy mennyire bezárkóztak az emberek, mennyire magukba fordultak. Ez a csoport tagjain is abszolút érzékelhető volt, de mi magunk könyvtárosok is érzékeltük. És azért is gondoltam, hogy aki egy kicsit nyitottabb azért erre, és most már mondhatom azt, hogy 12-13 ember az, aki fix tagja, biztos pontja ennek a csoportnak. Ők most már olyan szinten vannak a személyiség fejlesztésében és az önismereti úton, hogy szerintem ez, és tulajdonképpen a mentális egészséget is karban tartja, tehát mindegy ilyen egészség megőrző és betegség megelőző célzata is van ennek a biblioterápiának. És ez nyilván megerősítést jelent, nem csak az a nem tucat emberek, ők 12 nyilvánvaló, hanem hogyan lehet erre felkészülni? Hiszen ha egy csoportról beszélünk, akkor nyilván ez egy csapat, egy olyan közösség, amely a te segítségeddel alkot közösséget. De az egyénenként változó, hogy ki milyen problémával, milyen gondokkal küzd. Hogy lehet ezt egységesíteni, és hogy mindenkinek külön-külön jusson az, amiért oda látogat? Hát először is jól meg kell választani azt az irodalmi alkotást. Én leginkább novellákkal dolgozom, vagy rövidebb történetekkel. A vers az még igazán nálam várat magára, de remélem, hogy ez is majd eljön a számomra, illetve regény részletekkel lehet még bővíteni a palettát, de az csak úgy kifejezetten, hogy a regény részlet az önállóan megállja magát, a helyét ott abba a bizonyos tematikába. Különböző témákban beszélgetünk, tehát a családról, a boldogságról, a szeretetről, a változásról, a segítségről, az empátiáról, tehát nagyon-nagyon széles a paletta, ami ben gondolkodik az ember, és biztos, hogy mindig van olyan, akit ez az adott téma megszólít. Amikor őt ez megszólította, akkor a többiek is reagálnak rá. És ezek az interakciók, ezek nagyon érdekesek. Igen, és igazi mélységet hordoznak, én abszolút, azt gondolom. Abszolút, és van, akit az az adott téma nagyon mélyen megérint. Tehát akár egy kis lelki labilitás is felszínre hozódik, de aztán ahogy a beszélgetés fonala egyre megy tovább,
tulajdonképpen azokat a problémákat, vagy problémát, ami ő nála a lelkében mélyen elzárva volt, azt valahogy az ember segíti áthidalni ezzel az irodalmi művel, és megnyílik, talán a problémára többféle megoldást is talál, és ki tudja választani azt, amelyik számára a legeslegjobb. Ez kivételes pillanat lehet a csoportvezetőjének is. Hát fantasztikus, csodálatos. Kicsit foglalkozunk a többi programmal, hiszen gyakorta látjuk, hogy ott vannak a töpörtjük, vagy a anyukával, apukával. Azt hiszem, hogy az is egy nagyon-nagyon fontos lépcső a gyermekes szülőknek, a gyermeknek nem különben. Az olvasás nevelése, az olvasás fejlesztése, az már igen kiskorban el kell, hogy kezdődjön, hiszen az ember, hogyha azt szeretné, hogy a gyereke értelmes, okos, felnőtté váljon, akkor már kicsikorban el kell ezt kezdeni. Úgyhogy mi most már a 4 és 8 éves korosztálynak népmese foglalkozást is elindítottunk, így az év elején. A mesemadár szövőműhellyel együtt egy nagyon kedves óvónéni, aki szintén jár egy meseterápiás képzésre, ő az, aki hozza mindig az adott mesét, és ő is tulajdonképpen, mint egy biblioterápia, úgy foglalkozik a gyerekekkel. Emellett vannak kiállítások, az általában ott vagyunk mi is, és azt mondom, hogy nagyon jó a választási lehetőség is. De amiről még szeretnék beszélni, az aranyatérő beszélgetések. Mégpedig a Bokros Judit személyéről, mégpedig azért fontos ez, mert egy ideig csak mint hírlapújságírót ismerhettük meg őt, aztán egyik oldalról elkezdett írni, remek verseket ír, másik oldalról pedig ugye az aranyatérő beszélgetések mellett ugye létrehozták a Vörösmarty kuckót, ahol a tinik gyakorolhatják a versírást, de az aranyatérő beszélgetések pedig egy különleges beszélgetéssor, hiszen a város olyan különböző személyiségeit szólítjátok meg. Honnét jött a gondolat, hogy egy kicsit a mélységét is kutassuk egy-egy embernek ilyen beszélgetős formában? Hát az egyik országos könyvtári napok alkalmával Juditot felkértem, hogy a meghívott vendégünkkel beszélgessem. És ő ezt elvállalta. És aztán a következő évben is Juditot kértem fel, hogy beszélgessen a vendégünkkel. És olyan jól sikerült ez a mi együttműködésünk, hogy gondoltunk egy nagyot közösen, hogy mi lenne, hogyha olyan embereket hívnánk meg Székesfehérváron és a Vármegyén belül, akik sokat tettek, tesznek a kultúráért, a kultúra népszerűsítéséért, illetve alkotók, művészek, ez lehet irodalmár, zenei vonatkozásban az lehet népzene, komoly zene, tehát hogy sokféle irányba gondolkodtunk, és Judit ezt az irányvonalat képviselve most az idén 2023-ban tett egy kis csavart is. És ez most az, hogy bár a márciusi vendégünk szóló ember lesz, de egyébként olyan párokat szeretnénk megszólítani, akár alkotópárokról van szó, akár házaspárokról, vagy művésztársakról, hogy most nem egy-egy emberrel beszélget, hanem akár kettő, három, vagy egy egész családdal. Remek gondolat. No, így a beszélgetés végezetül, ugye 500 négyzetméteren ti kialakítottatok én azt gondolom, hogy otthonná varázsoltatok egy intézményt. Ez nagyszerű dolog, van, aki mindenki irodájának hívja, hiszen nagyon sokan járnak oda egyéb okból is, és azt hiszem, hogy ez tényleg az otthonra jellemző. Hogyan lehet fejlődni, illetve hogyan lehet megtartani ezt a mindenséget, a mindenki irodáját, a sok-sok programmal, könyvekkel és mindenestől, ahogy eddig csináltátok? Hát úgy, hogy egy jó összetartó munkacsapat van. Igaz ugyan, hogy csak hárman vagyunk, de nagyon jól együtt tudunk gondolkodni, úgyhogy a kollégáimmal nekünk nem is kell munkatársi értekezletet tartani, hanem tulajdonképpen, ahogy jönnek az ötletek mondjuk egymásnak, és
mindig látjuk az új és új lehetőségeket, hogy mi az, amit alulról építkezve, tehát hogyha bejön hozzánk valaki, és jön egy igénnyel, amit szeretne nálunk megvalósítani, azt hogy tudjuk felkarolni és segíteni, vagy nekünk jön egy ötlet, ahogy volt a csodalámpás is, vagy közösen ugye az aranyatérő beszélgetések, vagy a helytörténeti esték sorozatunk. Tehát tulajdonképpen mind a két oldalról megtámogatva lehet ezt az újragondolást, a megőrizve, megújulni gondolatát továbbvinni. No, hát én ezt köszönöm minden székesfehérvári nevében, és nem csak azok nevében, akik ott ezen a környéken élnek, és igénybe veszik ezeket a fantasztikus szolgáltatásokat. Köszönöm szépen, Mónika, hogy megtiszteltél bennünket. Én is köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, az Aranybulla könyvtárról beszélgettünk, annál is inkább, mert hogy nagyon-nagyon fontos számunkra az olvasás, és ez maradjon is így, ezt az ottani csapat Csiszárné Máler Mónikával segíti, jól teszi, és mi is jól tesszük, ha minél többet járunk a könyvtárba. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.